szeretnék kérni egy nyugdíjas jegyet a Munkácsi kiállításra. Naponta sok százszor hangzik el ez a mondat a Szent István Király Múzeumban, nagyon népszerű ugyanis a Munkácsi kiállítás. Az intézmény főigazgatója azt mondja, már közel 30 ezeren látták a tárlatot. Túléptük az előző napokban a 26 ezeredik látogatót is, tehát hamarosan azzal készülünk, hogy a 30 ezerediket is köszönhetjük. Nagyon nagy az érdeklődés, több olyan napunk volt, amikor több százan, de volt olyan napunk, amikor több mint 700-an tekintették meg egy nap leforgása alatt a kiállítást. Én úgy gondolom, ez önmagáért beszél, és mindez bizonyítja, hogy helye van itt ennek a kiállításnak Székesfehérváron. Munkácsi jól érzi magát Fehérváron. A nagy érdeklődés miatt döntöttek úgy, nem zár be a kiállítás január közepén, hanem február 18-áig tekinthetők meg az alkotások. Nagyon sok ezer ember látogatott el ide a Szent István Király Múzeumban, hogy megnézze a Pák Imre gyűjteményét. Az az örömteli bejelenteni valónk, hogy az alapítvány és a múzeum közötti tárgyalások eredményére vezettek, és több mint egy hónappal tovább egészen február 18-áig látogatható a kiállítás. A Munkácsi kiállítás Pák Imre magángyűjteményét mutatja be, amely decemberben egy új alkotással bővült. Ezt városunkban láthatták először. A tárlat hétfőtől vasárnapig 9 és 19 óra között látogatható a Szent István Király Múzeum rendház épületében.